Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. A koronavírus járvány megfékezése érdekében a kormány döntése alapján több mint egy hónapja online folyik az oktatás országszerte. Hogyan élik ezt meg a tanárok, a szülők és a diákok? Milyen nehézségekbe ütköznek? Ezekről kérdezem Szabó Gyulát, az Epreskerti Általános Iskola intézményvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát ugye amilyen gyorsan berobbant a járvány, olyan gyorsan kellett illeszkedni az új helyzethez, és olyan gyorsan kellett alkalmazkodni a digitális tanrendhez. Hogyan sikerült a felkészülés, és mik az első tapasztalatok? Azt megállapíthatjuk a közoktatásban, hogy ez nagy kihívás volt a közoktatás szereplőinek, mind a felső vezetésnek, mind a tankerületi központoknak, mind az intézményeknek, pedagógusoknak, szülőknek és a diákoknak is el lehet mondani, hogy ez nagy kihívás volt. Egyben itt ragadom meg a legelején a műsornak, hogy köszönetét fejezem ki a Nemzeti Pedagógus Karnak, illetve a Debrecen Tankerületi Központnak azért, hogy valóban mindenki megfelelően helyt állt, mindegyik szereplő, és ebben a krízis helyzetben, a közoktatásban a legjobb teljesítményt tudtuk nyújtani. Én úgy gondolom, hogy mindenki megfelelő módon alkalmazkodott a kihíváshoz, mindenki jó teljesített, és további türelmet kérünk természetesen majd még a szülőktől is, gyerekektől is, pedagógus kollégáktól is, mert még úgy gondolom, hogy még a java ezután jön. Hogyan kell elképzelni magát a távoktatást? Gondolom azért más, ahogy a kicsiket oktatják, ahol még ugye ott kell, hogy üljön a szülő mellette, meg más mondjuk a gimnazistákat oktatni, mondjuk az önök esetében, az általános iskolák esetében. Milyen rendszert hívnak segítségül, milyen közösségi oldalakat használnak, hogy gördülékeny legyen, zökkenőmentes legyen a távoktatás? Igen, valóban így van, hogy minden korosztálynak más-más az a korosztály adottsága, ahogyan pedagógiai szempontból kezelnünk kell. Az alsó tagozat első, második osztályban vagy harmadik osztályban ott feltétlenül a szülői segítség még elkél. A általános iskola felső tagozatánál már önállóbbak a gyerekek, de azért néha nem árt rájuk nézni egy-egy házi feladatnál. És a középiskolában pedig már úgy gondolom, hogy ott teljesen önállóak a gyerekek. Ennek megfelelően természetesen szintezhetjük mi is ezeket a kiadott feladatokat, illetve itt a távoktatásnak a feladat szintjeit. A legelső és legegyszerűbb, amikor nincs internet hozzáférés, nincs ilyen okos eszköz, és telefonra szorul a szülő vagy a gyerek. Ilyenkor telefonon legegyszerűbb formában tartjuk a kapcsolatot, SMS-ekben, írásban vagy szóban történik a házi feladat leadása, esetleg kikérdezése írásban, SMS-ben. Ez a legegyszerűbb szintje. Bocsánat, ha már itt tartunk, akkor eszközökkel esetleg tudnak ezeknek a családoknak segíteni? Vagy egyéb más technikai segítséggel gondolom tudnak hozzájuk fordulni? Igen, köszönöm a kérdést. Valóban egy nagyon fontos pontra világított rá. Debrecenben az általános iskolák tekintetében van információm, közel 10 000 gyerek van az általános iskolában, debreceni intézményekben. A Debreceni Tankerületi Központ ezeket irányítja, koordinálja, szervez ezeket az intézményeket, és a 10 000 gyerekből most 47 olyan eset van, ahol eszköz vagy internet hozzáférés nincs. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy még az 1%-on jóval alatta van ezen esetek száma. Az intézményeink még eszközöket tudnának, tableteket biztosítani például. Van ilyen, nagyon sok lehetőség, ezt meg is tesszük, amennyiben szükséges, igénylik, de az internet hozzáférést azt sajnos nem tudjuk biztosítani odahaza, ezért itt talán fordulnék a online szolgáltatók, az internet szolgáltatókhoz, ha van valahol ilyen lehetőség, szándék, hogy rászorult, és valóban olyan helyzetben lévő családnak, gyereknek szeretnének segíteni internet hozzáférés biztosításával, ezt szívesen vennék, a Debreceni Tankerületi Központ, de akár az intézmény vezetők is ezt koordinálni tudják, amennyiben van ilyen lehetőség, akkor össze tudjuk hozni, hogy az a 47 gyerek ki,
ahol zömében internet hozzáférés még nincs. Reméljük, akkor lesz olyan szolgáltató, aki tud is ebben segíteni, és hogy említette, az eszközök átadásában pedig önök tudnak majd segíteni. Mi a helyzet azoknál a családoknál, ahol már ezek adottak, ott hogyan zajlik egy óra? Videócseten keresztül érik el a diákokat, gondolom ugye most nincsenek csoportos foglalkozások, mennyire gördülékeny, vagy mennyire akadályokkal teli egy-egy óra? Igen, ahol már okos eszközök rendelkezésre állnak, ott megint két szintet tudunk. Van egy egyszerűbb szintje, ahol mondjuk hangátvitel, vagy egyszerű szövegátvitel különböző chat fórumok segítségével például. Ez is jó alapvetően a feladatok kiadására, illetve az alap a közoktatási intézményeknél a kréta rendszer használata. A kréta rendszer az, ahol üzeneteket kell közvetítenünk, a házi feladatok fül alatt, ha megnyitjuk a kréta rendszert, ugye ebben minden szülőgyerek be tud lépni a saját azonosítójával a saját felületére, ha megnyitja a házi feladat fület, akkor ott fogja kapni minden tantárgyból a házi feladatot, oda töltik fel a pedagógusok, a prezentációjukat, a kiadott feladatokat, stb. Ez a második szintje volt, és a harmadik szintje az, ahol már, amiről beszélünk, ami valóban online oktatás, ami videófórumokat jelent, videokonferenciákat jelent már a gyerekeknél. Azt tudom mondani, hogy az Epreskert általános iskolába, ugyan mi ugye emelt szint informatikai általános iskola vagyunk, tehát ez előnyünk ugyan, de mondhatom azt, hogy van egy online órarendünk, ezt föltesszük a honlapra, az intézményi honlapra, és az intézményi honlapról a pedagógusok is, de főleg a tanulók, szülők nyomon tudják követni, hogy melyik idősában, mikor, milyen tantárgyból, kivel lesz tanórájuk. Ez ugyanúgy, mintha órarendben lenne iktatva. Ennek megfelelően az adott meghívó programmal, ez a program tényleg sokféle lehet, nálunk például a Cisco WebEx programot használjuk, de hát ugyanígy lehet még a Skype, Facebook Messenger vagy a Zoomot is használjuk, tehát többféle programot. Én amikor elindítottuk, nem korlátoztam a pedagógusokat, hogy melyiket választják a videóprogramhoz, csupán azt kértem, hogy a kréta rendszert alapnak használják. Mert csak két percünk marad, de két nagyon fontos kérdés még hátra van. Mi a helyzet a számon kéréssel? Ugye mondta, hogy például a házi feladatokat gyönyörűen után lehet követni ebben a rendszerben. De hogyan végzik most a dolgozatokat? Illetve ezek mennyire reálisak az ezekre kapott jegyek? Tehát ugye a szülő is segíthet, meg nyilván ugye az interneten keresztül bármilyen segítségért fordulhatnak a diákok. Ez azért önöknek nagy kihívás. Igen. Valóban a számon kérés az mindig, főleg ilyen esetben nagy problémát jelent. Én egy rövid mondattal szoktam biztatni a kollégákat, akikkel szintén videokonferenciát szoktunk tartani, hogy legyenek megértők ilyenkor a gyerekekkel, és mindig felfele kerekítsék azokat a jegyeket, érezzék át azt, hogy a tanulóknak is ugyanilyen kihívás a jelen helyzet, ugyanilyen probléma előtt állnak a tanulók is, így általában engedékenyebbek, illetve azt szoktam kérni, hogy ha jegyet adnak, az visszakövethető, visszavezethető legyen, mindig tudja a szülő, a gyerek, a pedagógus, hogy miért kapta a jegyet. És itt engedje meg, hogy egy nagyon fontos dologra még fejlem a figyelmet, bárcsak közvetetten tartozik most a távoktatáshoz, hogy elkezdődött a leendő elsősök beiratása is. Ez lett volna az utolsó kérdésem, köszönöm, hogy akkor meg is válaszolja. Köszönöm, bízunk benne, hogy ott már szeptemberben ők már valóban úgy a valóságban, az iskolában tudják folytatni a tanulmányokat. Tehát elkezdődött az elsősök beiratása, most első szakaszban a egyházi iskolák, illetve azon debrecen iskolák is irathatják befele, ahol városi beiskolázású osztályok vannak. Ez már elkezdődött, és ez április 24-ig fog tartani ez a beiratás. Majd április 28-áig döntést hoznak arról az intézmények, hogy kiket vesznek föl. Második szakaszban azok az intézmények hirdetik meg a felvételt, ahol körzetes osztályok vannak, tehát ahol körzet van rendelve az intézményhez,
Ebben az esetben április 28-tól május 14-ig tart a beiratása a gyerekeknek, és a döntés majd május 21-ig hozzák meg. Tudom, hogy a sok dátum egy kicsit nehezebben áttekinthető, de egy fontos, és amiért szeretném kiemelni, hogy online meg kell ismételni a krétarendszerbe a szülőknek a felvételt, tehát a gyereknek a beiratását, belép a krétarendszerre, ott a krétarendszeren belül a beiratásnál, jelentkezésnél, ott minden adatot feltölthet, formanyomtatványok vannak, ki kell tölteni csak, sőt, mellékletbe egyéb dokumentumként bármit csatolhat a szülő, lakcímkártyát, egyéb igazolni valót, amivel igazolja azt a helyzetet, ami fennáll, de ezt meg kell tenni, mert önmagában a beadott kézi jelentkezési lapok nem elegendőek, tehát felhívom a figyelmet, hogy mindkét beiratási fázisban be kell a krétarendszerben a gyereket regisztrálni, és ott be kell jelentkeztetni. Mindezt a krétarendszerben, mind a valóságban a Debreceni Tankerületi Központ jól koordinálja. Ha valakinek még sincs ugye online hozzáférése, internete, az nyugodtan keresse az iskolát, be kell menni az iskolához, és ott az intézmény segít, és az intézményben ugyanezt a krétarendszerbe való első gyerek bejelentkezését megoldják. Ez is az informatika, és ugye befejezésként annyit, hogy mivel nem csak a gyerekek hiányoznak nekünk, hanem úgy néz ki, hogy a gyerekeknek is hiányoznak a pedagógusok, például az Epreskert iskolában készítettek egy aranyos tablót, ami arról szól, hogy mindegyik gyerek tartott egy szót, ha összeolvassuk ezt a 27-28 gyereket, akkor azzal kezdődik, hogy kedves tanáraink, hiányoztok, és a legutolsó három pedig az, hogy legyetek jó, és puszi. Hát én úgy gondolom, hogy ha a távoktatásnak ez már hozománya, akkor mi megköszönjük, mert az a gyerekek kötődését jelenti. Nagyon szeretik, amikor ilyen online formában vagyunk kapcsolatban velük. Köszönjük szépen, sok-sok türelmet kívánunk önöknek és a gyerekeknek is, és reméljük, hogy szeptemberben valóban az iskolapadban láthatjuk ismét viszont őket. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen is. Egyes hírek szerint a meleg idő enyhítheti, vagy akár meg is fékezheti a koronavírus terjedését. Hogy milyen hatással van az időjárás a vírusokra, és valóban reménykedhetünk-e a járvány lassulásában, arról Szegedi Sándort, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar meteorológiai tanszékének tanszékvezetőjét kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát vannak-e arra vonatkozó adatok, hogy milyen hőmérsékleti értékek között életképes a vírus? Most már ugye azért kijelenthetjük, hogy szinte a világ minden országában találtak igazoltan koronavírussal fertőzött beteget, tehát ebbe ugye azért nagyon sokféle éghajlat beletartozik. Igen, így van, és emiatt nem is lennék ennyire optimista a meleg időt illetőleg, mivel ugye most már egyértelműen kiderült, hogy a trópusokon is terjed. De egyébként, ha belegondolunk, logikus, hiszen a 37 fokos emberi szervezetben is megél, tehát az nem, a 37 fok még nem végez a vírussal, ez biztos. Tehát annál meg azért a Földnek elég kis területein van melegebb. Tehát nálunk meg ugye a legmelegebb nyári napokon fordul csak elő ilyen hőmérséklet, tehát ez látható, hogy esetleg lassíthatja valóban, hogyha az optimális, a számára optimális hőmérsékleti tartományon kívül kerül a vírus, de azért a reálisan várható hőmérsékleti intervallumban a vírus nem pusztul el. Tehát inkább tényleg legfeljebb annyit lehet a hőmérséklet változástól remélni, hogy nem lesz annyira kedvező a vírus számára a szaporodáshoz, a fertőzéshez, és ez valamelyes lassíthatja, de hogy ez a fertőzés megállítaná teljes mértékben, vagy akár nagy mértékben lelassítaná is, ez sajnos valószínűtlennek látszik az eddigi tapasztalatok alapján. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy jelenleg is több helyen vizsgálják a vírus mindenféle tulajdonságát, egyebek mellett azt is, hogy a különböző időjárási paraméterekre hogyan reagál. Hát ebben a tekintetben még egymásnak ellentmondó eredményekkel is találkozunk, tehát pillanatnyilag elég sok a bizonytalanság ebben a tekintetben, azt mondhatjuk. Azt ugye tudjuk, hogy Wuhan tartományából indult el a járvány, ott milyen időjárási tényezők gyorsíthatták a vírusnak a terjedését? Hát úgy tűnik, hogy ami a vírus, tehát a járvány kitörése idején Wuhan és körzetében volt időjárás, az mindenképpen kedvezett a vírusnak, tehát a vírus gyors elterjedésének. Hát ez ugye Kínának a monszun éghajlatú területén található ez a terület.
Gyakorlatilag ilyen nagyjából 5 és 11 fok között volt nagy részt a hőmérséklet, és hát a tél száraz ezen a területen, tehát egy viszonylag száraz, aránylag alacsony nedvességtartalmú, és az ottani fogalmak szerint hideg, hát a mi fogalmaink szerint inkább hűvös téli időjárás uralkodott, tehát egy ilyen hideg, hűvös, száraz levegő volt jellemző. Ilyen körülmények között mindenképpen kiderült, hogy jól tud terjedni a vírus, életképes és jól tud terjedni a vírus. De most kezd a trópusi területeken is elterjedni, vagyis hát már terjedőben van a trópusi területeken, meg a mérsékeltőben is egyre melegebb van. És igazából nem látszik jele annak, hogy ez nagyban akadályozná a vírus terjedését. Hogyha többi időjárási paraméternek a vírus terjedésére gyakorolt hatását nézzük, hát akkor tulajdonképpen meg azt mondhatjuk, hogy itt is vannak ellentmondások azért az egyes paraméterek tekintetében. Mert általában a légszennyező anyagoknál azt szoktuk mondani, hogy a szél az előnyös, mert az egy adott helyen csökkenti a légszennyezőknek a koncentrációját. Hát mondjuk ez a vírus esetében konkrétan nem biztos, hogy szerencse. Tehát, kétélő fegyver lehet? Igen, tehát ez elég kétélő dolog lehet tényleg, mivel hogyha ugye ez ilyen pontszerű forrásokból jut, hogy úgy mondjam, ha a szennyezés párhuzamával élek a vírus az egyes megfertőződött emberek légzőszerveiből a levegőbe, ha nem fúj a szél, akkor ez úgy nagyjából ugye egy blokkban ott helyben marad, és csak kismértékben keveredik a környező levegővel. Ha fúj a szél, akkor viszont gyors a keveredés, de a legjobb tudomásom szerint azt nem tudjuk pontosan, hogy hány darab vírus szükséges ahhoz, hogy mondjuk meg az egyes emberek immunrendszere között is jelentős különbség van, de hogy mondjuk egy átlagos ellenálló képességű szervezetet megbetegítsen, hogy valószínűleg nem elég egy vírus, de mi az a mennyiség, ami szükséges. Egyáltalán biztos, hogy a hígulás, tehát hogy nagy területen szétteríti mondjuk ezt a kis felhőt a szél, az lehet, hogy éppen rosszabb a fertőzés szempontjából, mert lehet, hogy egyébként egy ember fertőződött volna meg valaki keresztül gyalogol ezen a felhőn, így meg akár egy nagyobb területen, akár egy hektáron szétterül a egyébként kisebb sűrűségű víruspopuláció. Tehát azért mondom, hogy a szél az ilyen szempontból elég nehéz eldönteni, hogy most pozitív vagy negatív, ha fúj a szél. Ami biztos, hogy a vírus terjedése szempontjából negatív, tehát a mi szempontunkból pozitívan értékelhető, ez az erősödő napsugárzás. Tehát ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, a hőmérséklet mellett tulajdonképpen még ez, ami biztos, hogy mindenféle vírusra és baktériumra negatív hatása van az erős napsugárzásnak, konkrétan a napsugárzásnak az ultraöböl összetevőjének. Tehát ugye a láthatónál kicsit rövidebb hullámhosszú sugárzás az, ami, hát ugye tudjuk onnan is, hogy ezt a nyáron is mindig szokták mondani, hogy ne napozzunk, mert leégést okoz, tehát bőrákot okoz, szemkárosodást okozhat. De van egy olyan hatása is az ultraöböl sugárzásnak, hogy mindenféle mikroorganizmus, így a vírusokat és a baktériumokat is károsítja, gyakorlatilag végez velük. Használják is fertőtlenítése egyébként az ultraöböl lámpákat, tehát az erősödő napsugárzással együtt erősödő ultraöböl sugárzás, az vélhetőleg a levegőbe került vírusoknak is az ottani túlélési idejét jelentősen csökkenti. Tehát ez igazándiból, ez az egyre erősebb napsugárzás, ez egy elég hatékony fegyver lehet a vírus terjedése ellen. Tehát akkor most a hosszabb napos időszakok, illetve a magasabb napállás az némileg optimizmusra adhat ezek szerint okot? Igen, meg nem beszélve arról, hogyha mondjuk az embernek a bőrére kerül mondjuk a vírus, akkor ott, tehát a bőrre került vírusokat is a napsugárzás, mármint hogy az ultraöböl sugárzás az elég hatékonyan pusztítja. Tehát emiatt tulajdonképpen ez egy előnyös változás, azt mondhatom az időjárásban, ez az összetevő. Na most persze ez hozzátartozik, hogy az épületek belső tereiben nem ér minket ultraöböl sugárzás, meg az ottani levegőt nem tudja ilyen módon valamelyest fertőtleníteni az ultraöböl sugárzás, tehát ez csak az épületek közötti a szabad terekre vonatkozik tulajdonképpen. Nem hiába mondják, hogy zárt helyen azért veszélyes most ebben az időszakban hosszú ideig tartózkodni. Igen, de most egyre inkább igaz az, hogy a zárt terek azok maradnak, vagy lesznek egyre inkább tulajdonképpen a vírus terjedésnek a meleg ágyai, ha szabad ezzel a fordulattal élni. Mi a helyzet a páratartalommal? A magas párát bírja a vírus? Hát úgy tűnik, hogy túléli, csak talán nem annyira, hogy mondjam, szaporodó képes, vagy fertőző képes. Tehát a szárazabb levegő az úgy tűnik, hogy jobban kedvez a fertőző képessége szempontjából, előnyösebb a vírus számára. Tehát a valamelyes párásabb levegő az ebből a szempontból kedvezőnek tűnik, de ebben a tekintetben a legkevésbé egyértelműek az eddigi eredmények. Tehát abból indultak, hogy Kínában a járvány idején akkor száraz volt a levegő. De most olyan trópusi területeken is jól terjed a vírus, ahol egyébként meglehetősen magas a páratartalom. Tehát azért mondom, hogy ez a páratartalomra való viselkedés, ez tűnik a legkevésbé egyértelműnek most jelen pillanatban a vírusnak. A járvány ugye egyértelműen hatással volt a légi forgalomra, most nem igazán látunk ugye repülőt az égen, lecsökkent, szinte minimálisra csökkent a légi forgalom.
És ezáltal ugye a légszennyezettség is csökkent. Ez jelenthet valamit? Tulajdonképpen igen. Tehát egyfelől ugye előnyös, úgy általánosságban környezetvédelmi szempontból mindenképpen előnyös jelenség. Ha most konkretizálva a vírus és a járvány relációjára a dolgot nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ott is lehetnek bizonyos értelemben előnyös vonásai, mert a légszennyezettségnek ugye az egyik összetevője de többféle névvel illetik ugye az aeroszol vagy szállópor. Ez nem teljesen ugyanaz, mert az aeroszol az egy kicsit tágabb, abban mondjuk cseppecskék is benne vannak. Szóval a lényeg az, hogy a méter ilyen milliómetr része körüli méretű mindenféle részecske, ami a levegőben lebegni tud, tartozik bele az aeroszolba. Ebben benne van a szállópor is, virágpor, sok minden más, egyébként felkavarodott talajportól kezdve nagyon sok minden benne van ebben. És a levegőbe került vírusok és baktériumok előszeretettel hozzátapadnak ezekhez a részecskékhez. Hát ugye méretben is ugye hasonló mérettartományban vannak, jól hozzá tudnak ezekhez a levegőben lebegő szálló részecskékhez tapadni, és akkor gyakorlatilag ezeket ilyen szállítóeszközként használva egész nagy távolságra el tudnak jutni. Na most, hogyha ilyen módon, hogyha csökken a levegőben lebegő pornak, szállópornak, lebegő pornak a koncentrációja, akkor tulajdonképpen úgymond ilyen szállítóeszköze is kevesebb van a vírusoknak. Tehát úgy tűnik, és az eddigi eredmények, mármint hogy ilyen jellegű vizsgálati eredmények is erre felé mutatnak, azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert ugye még nem egyértelmű, tehát nincs annyi vizsgálati eredmény, de úgy tűnik az eddigi részeredményekből, hogy párhuzamosan azzal, hogy csökken a levegőszállópor koncentrációja, általában a vírus terjedésnek a hatékonysága is csökken. És úgy zárójelben még megjegyezném ezzel kapcsolatban azt, tehát itt a levegőszennyezettség kapcsán, hogy van egy olyan összefüggése is ennek, hogy a levegőszennyezettségnek, illetve a légszennyezőknek általában van majdnem mindegyiknek van olyan tulajdonsága is, hogy az emberi légzőszerveket irritálják. Tehát eleve már ugye egy ilyen irritált állapotban levő immunrendszerrel rendelkező emberek pedig könnyebben elkapják a tapasztalatok szerint a vírust is. Tehát van egy ilyen vonatkozása is a dolognak. Most nehéz tisztán látni, hogy melyik az erősebb igazándiból. Tehát, hogyha csökken a levegőszennyezettsége, akkor mérséklődik az azon a területen élő populációban is ugye a levegőszennyezettségből eredő légzőszervi irritáció. Tehát ilyen módon mérsékli a fogékonyságot is a vírussal való fertőzésre egyfelől. Másfelől meg az előbb elmondott módon, tehát hogy a vírusok számára szállítóeszközként szolgáló bizonyos légszennyezők, a szállópornak a csökkenő légkori koncentrációja sem kedvez a vírus terjedésének. Tehát lehet, hogy ilyen módon tulajdonképpen két oldalról is jobb ez a levegőminőség. Nem beszélve arról, hogy most teljesen eltekintünk, akkor környezetvédelmi szempontból is mennyivel jobb. Ha visszaemlékszünk még ugye a vírus előtti, mielőtt a vírus töltötte volna be teljesen a mindennapjainkat, ugye az egyik fő probléma az volt, hogy de környezetvédelmi vonalon szinte a csapból is az folyt, hogy úristen, mi lesz a globális felmelegedéssel, meg az üvegházhatású gáz kibocsátással. Ez most valahogy a vírus a háttérbe szorította a dolgot, de attól függetlenül érdemes erre is odafigyelni. És ebben a tekintetben azt mondhatjuk, hogy szinte az egyetlen pozitívuma jelen pillanatban ennek a járványnak az, hogy a levegőszennyezettség csökkenése mellett, például üvegházhatású gázok kibocsátása is, legalábbis pillanatnyilag jelentősen csökkent. Az biztos, hogy akkor elmondhatjuk, hogy az egyetlen biztos kapaszkodó most az ultraibolya sugárzás, úgyhogy remélhetőleg minél többet fog sütni a nap. Igen, és ennek még úgy most úgy mellékesen jut eszembe, hogy még van egy olyan jellegű előnye is, hogyha viszonylag sokat tartózkodunk a napon, ugye ez a bőrben a D-vitamin képződését is elősegít, és ugye a nagy mennyiségű D-vitaminnak, abban a C-vitamin mellett a D-vitaminnak is fontos szerepe van a immunrendszer erősítésében, tehát a vírusra való fogénykonyság csökkentésében. Tehát még egy mellesleg egy ilyen kedvező hozadéka is lehet a napsugárzásnak. Bízunk a hosszú napos időszakokban, Szeged és Sándor. Köszönöm szépen, hogy mindezeket közérthetően elmondta nekünk. Nagyon szívesen. Kedves nézőink, eddig tartott az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!